Az elmúlt hétvégén Miskolcon rendezték meg az atléták U23-as és junior országos bajnokságát. A nyíregyházi versenyzők 5 aranyérmet szereztek. Az utánpótlás korosztályban Kápár János diszkoszvetésben 56-79-el győzött, Bakosi Péter magasugrásban 210 cm-es eredménnyel végzett az élen. A junioroknál Tasité Dávid 48-32-vel nyert a 400 métert, míg egyetlen duplázóként Palásti Luca 455-92-vel, 800-on pedig 2 perc 17-20-szal utasította maga mögé a mezőnyt. Szerettem volna mindkét versenyszámba győzni, ez sikerült is, bár azért nem lehetek elégedett, mert az időeredmények nem a legjobbak, amiket sikerült elérnem. Széles Imre edző örül annak, hogy tanítványa kezd visszatalálni 2 évvel ezelőtti formájához. Kis hullámvölgybe került ő tavaly évben a nagy siker után, úgyhogy a Donetszbe egyéni világbajnoki döntőt futott. Idén nagyon jól dolgozott a lány, kihagytuk vele is szinte teljesen a felett pályát, és felszállóágban van. Kis versenyhiányán szenvedünk, az érettségi miatt kimaradt neki a felnőtt Európa Kupa, illetve elmaradt egy válogatott viadal, de próbáljuk utolérni magunkat. A bajnokság után kihirdették a junior Európa bajnokságra utazó válogatott csapat névsorát, amelyben szerepel a Szent Imre Gimnázium idén érettségiző diákjának neve is. Ez most egy jó hír az utóbbi hullámvölgy és sok negatív tapasztalat után. Szeretnék élni a lehetőséggel és minden jobban teljesíteni ott. A junior Európa-bajnokság július 16-án kezdődik a svédországi Eskilstunában.